Boromusza Péter, festőrestaurátor, művész vagyok. Ez a Falkép együttes Bajna Sándor Metternich kastély Raffaello dísztelen mennyezetét díszítette egykoron. Összességében egy 61 négyzetméternyi felületet jelent. Nem festjük át a felületeket, nem gondoljuk újra a motívumokat, ez mind hozzátartozik a mű eredetiségéhez. Ez a Falkép együttes egy kiemelkedő kvalitású 19. századi festés. Szekkó technikával készült, tehát nem freskó, nem nedves vakolatra festékkel megfestve, hanem száraz felületre szekkó, kazeny technika, kazeny kötőanyaggal készült a festés. Tudomásom szerint a Milánói Scala díszletfestője ennek a tervezi alapján készültek el. 1974-ben súlyos beázások történtek, sorozata történt, és akkor úgy állapították meg, hogy ezt a Falkép együttest le kell választani a helyéről. Ezt a szüleim végezték el különben, illetve a nevelőapám és édesanyám, akik szintén restaurátorok voltak. A leválasztás az tulajdonképpen a motivumok mentén kisebb darabokra felszabdalták a felületet, mert ez egy 60 négyzetméteres mennyezetről van szó. Megtörtént az előoldali konzerválásuk, és a hátoldali, ezt követően a hátoldali vakolatsorvasztás, illetve a hátoldali hordozóra építés, és ezután már hordozható, biztonsággal raktározható állapotba kerültek a falképek. Gyakorlatilag 40 évig volt a lakásunkban, padláson, illetve pincében, illetve szekrény tetején, mindig éppen ahol elfért. Össze kellett verbumálnunk egy restaurátor csapatot, akik ebbe a munkába részt vesznek, szerzőtársakként kollégákat kértünk fel. A retusálás az a legnagyobb feladat ebben a szakaszban. Ez is a fő cél, hogy a leválasztott daraboknak a sérüléseit retus technikával, úgyis ugyanazzal a kazen kötőanyaggal kiretusáljuk a hiányokat. De csak annyit, amennyit a felület igényel. Jaj, de gyönyörűséges! Istenem, de szép! Jaj, de gyönyörű! Hát, hadd! Ó! Nagyon szép! Csodás! Hihetetlen, milyen gyönyörűen megcsináltátok! Hát sok munka volt benne. Gondolom. Az Országos Műemléki Felügyelőség megbízásából jöttünk ki. Romos állapot uralkodott, mindenütt ajtóablak az épületen nem volt, sehol a nyílászárók nem működtek, a termek törmelékkel teli, menni is alig lehetett a dombok között. Beázott az egész mennyezet. A képeket, amit levettünk, azt megpróbáltuk egy helyen tartani, ott is beázott. Mennyezeten felmértük azokat a helyeket, berajzoltuk és felszámoztuk a képek darabonként, és készítettünk egy hasonló négy méretű lapot, azon a szintén berajzoltuk a formákat és a számokat, az a fönti a táblák számozásával egyeztettük. És akkor elkezdtük az egyik saroknál, az egyesnél, és akkor úgy haladtunk, és azt megjelöltük a lenti rajzon is. A következő nagy fázis ugye az volt, amikor már az kiretusált darabokat idehoztuk a helyszínre, és ez volt az egyetlen hely, terem, ahol ekkora felületet így ki tudtunk rakni, és hát ez teljesen autentikus a saját teremében. Most ebben az az izgalmas, hogy amikor itt kiterítjük, amit majd oda fölteszünk, az átkerül a másik oldalra, tehát nem, ami itt van, az oda kerül. Tehát ez agyba is át kellett fordítani mindent. A kirakás
azért is volt még nagyon fontos, mert ott tudtuk pontosan lemérni a sarokpontokat, amiket föl kellett használnunk, tehát jegyzeteket készítenünk, rajzokat, manuálékat, ami alapján majd fönt a zsinórpadot ugye ki tudjuk tűzni, amihez majd kell igazítanunk a darabokat. Tehát ezeket itt milliméter pontosan, vagy fél centin belül kellett pontossággal tudtuk lemérni, és ezekről készítettünk szintén egy kottát, és akkor utána, amikor ez megvolt, akkor csomagolás, kirakogás, és akkor jött az állvány. A következő lépés volt a mennyezetre kitűzni a vonalakat. És amikor ez megvolt, a tükröket felszerkesztettük, és utána a tükrök szélén kezdtük el, a középső nagy tükör ablak felé eső szélének a középső darabjával kezdtük meg a felrakást. Igen, hát a minimális hézag volt, nagyon pontosak voltak a szüleim vágásai, és tényleg nagyon precízen illeszkedtek sok helyen. A következő lépésben ugye ezeket a fugákat ki kellett tömíteni. Ezt már öt helyszínen kollégákkal együtt készítettük, és amikor a tömítése megvoltunk, akkor utána jött a színre retusálás, a tömítéseknek a színre retusálása a környezethez. Egy hónap a helyszíni munkára az elég feszített volt, de az, hogy így hatan dolgoztunk, és mindenki tudta a dolgát, ez így sikeres volt. Nagyon jó érzés, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen gyönyörű. Igen, nagyon örülök, és nagyon gratulálok mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett. Nagyon szép munkát csináltak, nagyon gyönyörű. És nagyon boldog vagyok, hogy láthattam. Sima, kifogástalan munkát végeztek ezek a gyerekek.